150 éve született Csók István tiszteletére nyílt kiállítás a közelmúltban a Várkert bazárban, a Derűs élet festője címmel. A neves magyar festőművész képeit egy évvel a remekbe szabott Ibl emlékévet követően mutatják be. A kiállítás szervezői tematikus egységekben rendezték a kétszeres Kossuth-díjas festőművész több mint 70 alkotását és a személyes relikviáit. Csók István az impresszionizmusból indult el, ám a stílustól eltávolodva olyan sajátos stílust alakított ki, amely révén a modern magyar plener festészet egyik vezető alakjává vált. Csók István életműve sokszínű és kísérletező gesztusokkal van tele. Művészetét a derű és az életöröm jelenléte jellemzi. Az 1865-ben a dunántúli puszta Egresen napvilágot látott Csók István szülei nem voltak művészek. Az iparos szülők mégis mindig és mindenben támogatták fiúkat, amikor eldöntötte, festő lesz. A szülei, elsősorban édesapja nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy ő művésszé tudjon válni. Ez a mai világban is nagyon fontos, hogy egy szülő felismerje a gyermekének a képességeit, és ahhoz képest, hogy ő nem egy művész családból származik, és különösebben nem egy művészet rajongó szülőkkel volt ő megáldva, de ehhez képest egy nagyon, nagyon nyitott szellemiségű volt az ő édesapja, hogy egy malom tulajdonos volt, egy molnár ember, jómódú család egyébként az ő családja, és messze menőkig támogatta anyagilag a fiát, hogy nem véletlenül juthatott ki Münchenbe és Párizsba. Csók számára Párizs a kiteljesedést hozta el. A festőművész pénzügyileg egyenesbe került, ráadásul a franciáknál sikerült megújítani a saját stílusát, és az aktfestészetben is elmélyült. ...1902-től a művész minden nyáron hazalátogatott Magyarországra. Ez időtájt ismerte meg a feleségét, és ekkor fordult a magyar népművészet felé. A párizsi aktok világát a tolnai sokácok mindennapjaira cserélte. Erre a területre aztán hosszú-hosszú évekig visszajárt, hogy nagyon megragadta a sokác menyecskéknek a színpompás viselete. És ahogy a sárközben is már az ünnepi viseletnek a szépsége, gazdagsága volt, ami őt elsősorban megragadta. Itt is ez volt a vezérmotívum. És az a különlegessége ennek a képnek, illetve ennek a képtípusnak, ennek a pihenő sokácok képtípusnak, hogy a rajta szereplő figurák nem munka közben vannak megörökítve, hanem ilyen hedonista életöröm közepette a fűben heverésznek, hogy a munkáról itt szó nincs. Az életszemlélet, ez a derűs életöröm, ez egész életművét áthatott a Csók Istvánnak, nem véletlenül lett a kiállításunknak ez a címadója. Csók István azon ritka művészek közé tartozott, akinek nem kellett a pokolra menni azért, hogy alkosson. Otthon szerető család várta. Mindez a műveiben is tükröződik. Számos képet szentelt Zűzű becenevű lányának. Ám a felesége arcvonásai is sok festményről köszönnek vissza. A kiállításnak az utolsó állomása, az a derűs élet. Lényegében ez a kiállításnak a címadó egysége. Ez a kiállításnak a legnagyobb szelete is. És itt az ő idilli kertábrázolásait és Balaton, valamint Lidó képeit mutatjuk be. Ezek közül, amire mindenképpen felhívnám a figyelmet, az a Keresztapa reggelije. A Magyar Nemzeti Galériából kölcsönöztük a kiállításra, és azt hiszem, hogy az egyik legismertebb Csók István festmény, amelyet 1932-ben festett, és hát méltán került a kiállításnak ebben a szakaszába, mert hogy olyan életöröm, derű, harmónia árad a képből, hogy a tárlatvezetésen azt szoktam mondani a látogatóknak, hogy az ember legszívesebben odaülne mellé,
a reggeliző asztal mellé. Minden bizonnyal az élet örömének és a színekből is fakadó derűjének köszönhető, hogy Csók István egész pályáját szakmai sikerek és elismerések kísérték. Kevés magyar festőnek adatott meg, hogy az Uffizi képtár felkérésére alkossa meg saját önarcképét. A festőművész Csók István nagyon vidám ember volt, és környezetét is azzá tette. 1961-ben hunyt el Budapesten, 96 éves korában. Ez az emlékév most egy picit a komolykodás és a komor visszatekintés helyett inkább a derűre, a szépségre, a színekre koncentrál, és az emlékévek szervezésénél számunkra is mindig nagyon fontos gondolat és feladat az, hogy megtaláljuk azokat az üzeneteket, azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel aztán a mai generációk számára is fogyaszthatóbbá, szerethetőbbé tehetjük azt a művészt, vagy azt a művészeti ágat, amelyről éppen beszélünk abban az emlékévben. Bár a kiállítás csak július 5-éig látogatható, a Csók István emlékév 2016. februárjáig tart, számtalan programmal és vándortárlattal ápolva a festőművész emlékét és nimbuszát.